Bobko Anna, a Szegedi Tudományegyetem fotóriportere a hétköznapokon az egyetemi életet, tudósokat, hallgatókat fotóz, de nem áll meg a szabad idejében sem. Ilyenkor legszívesebben portrékat készít és kiállítást rendez. Anna sok év után talált rá mostani szakmájára, amit nagyon szeret. Az idevezető szerencsés útjáról beszélgettünk vele. Anna vagyok, a Szegedi Tudományegyetem fotóriportere. Az egyetem fotósaként nekem tulajdonképpen az a feladatom, hogy az összes fontos egyetemi eseményt megörökítsek. Gondolok itt a sajtótájékoztatókra, a különböző ünnepélyekre, tanévnyitóra, és hát ugye a diplomaosztóktól kezdve a különböző kari eseményekig nagyon széles spektrumon futnak az én feladataim. A Szegedi Tudományegyetemen végeztem, tehát most az Alma Máteremnek dolgozhatok, amire egyrészt nagyon büszke vagyok, másrészt pedig szerencsésnek is tartom magamat, amiatt, hogy jó helyre kerültem. Először csak hobbi volt a fotózás. Amikor Pesten éltem, akkor vettem egy kompakt gépet, és akkor jártam az utcákat, kitaláltam magamnak olyan projektet, hogy nézz fel, és akkor csak felfelé fotóztam. Ugye az általában az emberek a cipői korrát nézik az utcán. Szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy fölfelé is milyen érdekes a világ. Amikor az egyetemen elkezdtem komolyabban foglalkozni a fotózással, akkor komolyabb projekteket is szerettem volna kitalálni magamnak a napi feladatok mellett. Az az ötletem támadt, hogy érdekes lenne bemutatni a kutatóinkat, tudósainkat munkahelyi környezetbe. Ezáltal ugye a tudomány népszerűsítés valósul meg, ami ugye itt a feladatom is, a sajtóosztályon. És emellett pedig a hobbiuk eltöltése közben, ahol ugye bemutatjuk azt, hogy milyen emberek. És akkor így fotóztam lézerfizikust, aki kajakozik, a zeneművészeti kardékányát, aki a fiával repül a felhők fölött, matematikust, aki fonografikákat készít, és így ezáltal érdekes embereket is ismerhetek meg, és ugye a képeimen is talán érdekes embereket mutathatok be. A könyvtárban a kiállítás címe Örömfotók. Azért ezt a címet adtam, mert ugye örömömet lelem benne, amikor fotózom ezeket az embereket. Ők legfőképpen ismerőseim, barátaim, akik szerepelnek most ezeken a képeken. És hát látszik is egyen-kettőn, hogy sikerült őket megnevettetni, vagy örömöt csalni az arcukra. Én a munkámat a hobbimnak tekintem. Amikor dolgozom, akkor is fotózok. Amikor a hobbimat töltöm, akkor is fotózok. De akkor én választom meg a témát. Amikor az ember rossz úton jár, akkor folyamatosan kap visszajelzéseket az élettől, hogy ez nem az ő útja. Amikor a jó útra lép, akkor érezheti szerintem úgy, hogy szerencsés, mert akkor történnek majd vele pozitív dolgok, és amikről azt gondolja, hogy ez a szerencse, de igazából ez csak a pozitív rezgés, hogy olyan energiákat kap, amiket ugye szeretne, mert a jó úton jár. Én ezt gondolom szerencsének.